pedig már a TV2 székháza, még egy utolsó igazítás, egy gyors fotó, és indul a felvétel. Köszöntjük a stúdióban a Groove House két tagját, Judit és Kárpáti Zsolti. Közel egy év után új videóklippel jelentkezett a Groove House, amiről a Mokka stúdiójában is mesélt az együttes. A klip megjelenésénél fontosak voltak a számok is, hiszen január 11-én 11 óra 11 perckor került ki az internetre. A Groove House ugyanis szereti jó dátumokhoz kötni a videóklipjeiket. Ez a 0-11 adta magát, nem mellesleg a szerencse számaink is, a 11-11 angyali számok, meg sok mindent lehetne hozzá mondani, de valójában ez így adta magát. Judy nagyon spirituális beállítottságú, Zsolti pedig általa hisz például a vonzás törvényében is. Amiben én vonzást érzek, hogy ezt szeretném bevonzani, akkor ezt tudja, hogy ez működni fog. Volt idő, amikor egyébként nem, és mondta, nem, például egy díját adónál, nem, ez biztos nem, ezt a TNT nyerte, nem, ezt a, mit tudom én, ki nyerte. Mindig mondott valakit, aki ő szerinte jobb volt, és mondjuk minket saját magunkat alul minősített, és megmondta, hogy nem, ebben mi vagyunk a legjobbak, és ezt mi fogjuk megnyerni. Az énekesnő szerint a pozitív gondolkodása nagy részben hozzájárult a sikereikhez. Hogyha nem, és folyamatosan lebeszéled saját magad arról, hogy nem, ez nekünk ez nem fog sikerülni, én ezt hiszem, hogy ez így is lett volna. De mivel hittük, erősebb volt az én hitem, mint mondjuk a Zsoltinak, hogy nem, ez biztos nem mi nyerjük, én azt gondolom, hogy ez biztos nagyon sokban hozzájárult.